meg se. És tudom, hogy soha nem felejtenéd el, hogy
nótát ajándékoznák neked, illetve annak a kontáját, hogy mindig ott lehessen veled a lakásodban, és mindig üdvözölhessd őket. Akkor én azt ajánlom, hogy a kedves polgármester úr énekel. Felkérném a kiállítás megnyitására a Tosta Ferenc, a polgármester igazgató urat. Minden nap kisétál a partra.
Csak elképzelni tudom, hogy a lakító két közel-keleti égbolt a mélykék tengerrel, az öl pálmafákkal, a dúsa világon vegetált fölelte házak és villák milyen idilli látvány nyújthatnak. De leggyakrabban az esti órákban szeretni hallgatni a szelíten csobbanó hullámokat, miközben beleálmodik a fenséges naplementébe. Vajon miről álmodik? Álmai egyrészt emlékképek is, melyek a különböző alkotásaiban manifesztálódnak. A legkorábbiak talán Féregyházáról, hiszen a jómódú kereskedő, a művészetpártoló Fischer Sándor reményteljes jövőt álmodott leányának. Azonban a sorstragédiák mindig hivatlanul és váratlanul jelentek meg. Az apa özvegyen maradt kislányaival, a 3 éves Évával és a 2 éves Katalinnal, valamint a vérzivatalos esztendőkkel. S lám az emlékek közé beúsztak az életmentő gombos család alapjai, formáson, mint a piacon, a Figyelházi piacon. Lehetett valami varázslatos, bűvös erő ezen a helyen, amely megfogta a régi nagy művészeket is. Holló Lászlót, Szántó Piroskát, s amit látják, Fischer Évát is. Ott vannak a kufák a piaci asztalunknál. De van egy református villanás is, egy imádkozó nő alapjában, és még valami, a napraforgó. Bár a képen, ha alaposabban megfigyeljük a táj, nem Figyelyház a környékét, de a sokat elárulom, hogy amikor egy hete jöttünk errefelé autóval, ideérve napraforgó táblákat keresett alkotók. És mit gondolnak, mit vittünk Szántó Piroskának is kérésére városunkból? Természetesen napraforgót. Fischer Évánál 3 évesen kezdődik az a utazás, amelyet a sorsátíró kérlelhetetlen hatalomról ki esztendőről esztendőre. De túl minden tragédiát és minden poklon és a körömökön ma itt átödöttünk Fischer Évánál. Fáradnak tűz, mintha nem a régi volna. Hol van a tűz? Fogadta mindig sóvá, vidáz. Az a régi vidáz, a világba léptél, és megszerettel. Nagy utazás! Azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, igaz, a bizonyos igaz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek most nélküled? Így nélkülem. Te meg csak ülsz, fáradnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek. Nagy utazás, a vonatunk újra indul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint túl. Induljunk el hát megint, gyere velem most az ígéret szerint. Nagy ez az út, de mi ugye mégse várunk, a vonatunk, nekirodul újra szállunk, igaz, ugyanaz az ég. Majd meghajtam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk. Az égbe néz a vonatunk. S az éjszaka, a holttestünk éjszaka.
életének története kész regény. Filmre illő, hollywoodi történet is lehetne, telistele, máig kísértő emlékképekkel. Például egy 13 éves büszke tartású kiskamasszal, aki mostohagyja fehér csizmáját elolvozva, sétál a Kossuth utcán. Majd felkapja egy forgószél a 16 és fél éves, ikkony nővé vált kamaszlányt, aki egyszerűen ott találja magát 1956 bűnzavarában, és csak azt tudja, hogy menni kell, hogy nyugalmat és békességet találjon. Elmenni innen a bántások előtt. Menni, menni, menni. És akkor itt egy nagy találkozás. A nagybetű szerelemben. De az igaziban, olyannal, amely csak egy nagy romantikus regényben íródhat, vagy egy költő lázármaiban szerődik rímekbe, Farkas György a tehetséges úszóedző feleségű veszi, vagy kalandos körülmények között 1957-ben átlépő jugoszláv határt, és meg sem állnak Izrael. Ettől kezdve Kiskunfélegyházától távolítunk is sorsa. Beilleszkedés az izraeli világban, vagy hosszú Magyarországban életre szóló barátságokkal, közben elindul művészi fejlődése, tehetsége számba szökken. A róla megjelent reprezentatív kiállítási könyvben Per Gideon, remélem jól lejtem, művészeti író, a következőket jegyzi művészeti tanulmányairól. Elnézte a Művészeti Akadémiát, a Rajtaláró főiskoláját, Londonban, Párizsban és Amsterdamban részt vett a Festőművészeti és Szobrászok Szövetségének továbbképzéseit, de igazi tanára talán a heidelbergi Leo Kahn festőművész volt, míg a szobrászatot az egyik legjelentősebb izraeli szobrászművésztől, Eszter Jákobtól tanulhatta. Úgy tűnik tanulmányait sikeresen végezte, hiszen hazájában és Németországban elsősorban portréfestéként tűnik fel, és tartják számon ma is. Eltűnt fogolyogni fiatal és öreg is, örömében táncolt lejt a láng. Fogad téged, és hajában zár. Ne
ne félj, hiszel Istenedben, mert ő téged vár. Nem mondd le rólad, visszafogad téged, és karjába zár. Nem mondd le rólad, visszafogad téged, és karjába zár. És most nézzük alaposabban körül, mit is látunk ezen a távon. A főfal képeiről már beszéltem, vele szemben a középső részen, a másik főfalon, a művésznő Ramát Pasalom otthonának egy apró részleteiben pillanthatunk be, mellette jobbra és balról a közel-keleti világ az izraeli élet jellegzetes elemeivel, figuráival egyes szembesülhet, az ehhez kevésbé szokott féltávú látogató. Ebben a teremben van az egész kiállítás talán legszebb alkotása, egy lényai akvarell ott a két ablak között. Egy táj, gyönyörű női portréval, finoman megoldva, szinte női lélekkel átidatott alkotás. Ezt azért is tartom jelentősnek, mert a művészetének ezen oldalát ritkán és kevéssé mutatja meg nekünk Éva Farkas is. Ugyanis amikor a kis terembe érkezünk, hirtelen minden megváltozik. A visszafogottság elillan, és lobogni kezd a minden elsöprő életet. Ennek megértéséhez forduljunk újra a fel videó soraihoz. Azt írja róla, hogy ha egyetlen kifejezéssel kellene jellemezni el Farkas Fisov Évát, akkor a tűz szót használná. Elgondolkodtató, de egyértelmű. Ez egykori fétház kislány a sorstól olyan hatalmas belső energiát kapott, amely szinte permanensen hevített állapotban tartja alkotókat. Az élet igenlése szinte habzsolja a teremtett világot, átízít mindent, amivel csak kapcsolatba kerül. Légyen az festék, agyag, a kertje, vagy épp a körülötte lévő emberek. Ahol megjelenik, ott az élet lobog. Szeretete, szerelme, minden átölel, átforgál. A képek mélyete növekszik, színek kavalkádja lüktet, és felbukkan az aranyszín is, mely némi transzendenciával színezi alkotásait. Szinte életük azt a pozitív energiát, erőt, amelyel bemurkolja modelljei, főleg a kis teremben, az erőket, és nem utolsó sok a családját. A portré méretének növelésével életben már szinte hipnotizál. Ha eléjük állunk, fogva tartanak ezek az arcok. És ehhez jár még a markány színhasználat, mely segíti, hogy egy portékon keresztül festőni uralja a nézőt, a képeli állót. Nehezen engednek el bennünket ezek a személyek. A koronateremben a szemközti falon láthatjuk frissen megszületett leánylokáját, mellett az úszóbajnok Jonatán lokájának szép ívű, levegészen ugrását, melyről nagyfokú zenéség árad, és amely magával. Jöjj, lépj a vízbe, that
Igaz,
száz kudarc után. Te nyújtod ú hazám, hitem a szerint büszkeség, békétlen békés nemzedék. Múlt jelen csívő szól hozzám, ez itt az megajándékozzon másokat művészetével, szeretetével, erre a maga vallás politikájában, művészi programjában kivigyen. Egy nagy, a legnagyobb kincset ismerünk, az élethez való öröket. Ennek tüzét hívjuk minden erőnkkel önmagunkban és egymásban. Egyedül segítünk ebben a magunkért és másokért iránt érzett szeretet. És ha már van szeretet, akkor legyen béke, békesség. Mai korunkban, jelen helyzetben semmi más nem kívánhatunk jobban, Szent István ünnepén sem kívánnak, sem Izraelnek, hogy körülölelje minket a békesség. Nem is fejezhetnénk be méltóban ezt a megnyitót, mint egy híres, békés kívánó dallal, mert úgy gondolom, hogy jön is lehet. Az Úrtól béke te áll, az Úrtól béke te áll, az Úrtól béke, béke, béke te áll, ebben usálom elem, ebben usálom elem, ebben usálom elem, ebben usálom, usálom, usálom elem, tanuljuk hát béke legyen. Daruljuk hát, béke legyen, daruljuk hát, béke legyen, legyen hát béke, béke, minden földeken, ebben usálom elem, ebben usálom elem, ebben usálom elem, ebben usálom, usálom, usálom elem. Köszönöm. Három év után
újra itt lehetek Magyarországon. Szülőhazámban és ön szeretett áldott városomban, Kiskunfélegyházban. Három éve, 2013-ban Rosta Szabolcs úr, múzeumigazgató Kecskeméten, a gyönyörű Cifra palotában tisztelmében tartott nekem kiállítást. És volt olyan szerencsém, hogy még ezek után is most, mivel úgy látszik, megvallottál szégyen velem, a helyettes polgármester úr hívott meg és rendett most a híres hatyúházban, ahol egy szép könyvtár is van, kiállítás nekem. Drága barátaimnak, nincs annál nagyobb öröm egy művész részére, mint a szeretet és a megbecsülés, amit tőletek kapok. És részére, részemre Kiskunfélegyházán lenni és a kis városomnak az utcáit róni, látni a régi házunkat, ahol a gyermekkoromat eltöltöttem, ahol felnevelkedtem, a Móra Ferenc gimnáziumot, ahol tanultam, minden utcához emléket fűznek, és melegséggel öntenek el, és szintobogás, dobogás keltenek bennem. Édesanyám, édesapám, rokonaim, e szent és ön szeretett földben és városban vannak eltemetve. Ha testem máskor is él, a lelkem örökké itt van közöttetek. Legszebb álmaimban itt járok, Kiskunfélegyházán. Szeretném a végezetül, de nem utolsó sorban szívből köszönteni jó barátomat és osztálytársamat, professzor Tócsabát. Nem csak osztálytársam volt. Kicsit már kicsit elég is képzések voltunk. Több mint barátom. Barátom részemre. És most egy kiállításon két festményem az ő gyönyörű fotójairól készül, az egyik az imádkozó asszony, én azt hiszem ez is az övéről készült, és van az öreg magyar parasztasszony, jól nézzétek meg, azt is Csaba barátom adta nekem a fényképét, és azt örökítette meg. Hálás köszönet neked, Csaba, ő egy nagyon nagy fotó, mint ez. Azon kívül biztos is mentek, hogy egy nagyon nagy okos is. Hát, ami volt régen, az régen volt, igaz, Saba? Aztán nagy szeretettel köszöntöm unoka testvéreimet. Igen. Szeretném végezetül, de nem utolsó sorban szívből köszönteni unokatestvéreimet, drága jó rokonaim, húgom, dr. Frisóf Kacper,
Katalin, aki szintén itt nevelkedett föl vele, Attilát, a fiát, Katika fiát, Attilát, drága családját, Helen Zsuzsit és a családját, Dr. Adolfján Mihályné, Hevér Miklós, Öcsit! Ajjaj, régen van! Majdnem megjárt az utóidetet. Tudjátok miért? Mert már még jó nagy csomagot tettem a feleségem. Lágyam. Gondolsz, szegyen. Te előni szépen az autóba, te meg a én drága feleségem lábára. A csomagot. Tehát miattal van most a felendő? Amiben meg kell majd tenned a nagy festményeket, mikor gondoskodsz. Na jó, van, menjünk tovább. Szeretettel üdvözlöm unokatestvéreimet. Bocsánat, hogy nem sorolom most minden mindannyiótok nevét fel. Ti mindig önfeláldozóan elláttok és fogadtok itt Magyarországon. Nem olyan kiállítása lett, hogy Tomira jön. Hát igen, ilyen is van. Aztán egy embert szeretnék még megemlíteni, aki magán kívüli okok miatt nem lehet most itt közöttünk. Szerelmet mindenkori élettársam, Kisó Farkas Gyuri György, Gyurikám, életed napsika. 6 éve, 4 hónapja nincs, nem vagy velem. De a Magyarországból az éjjeleimet és nappalaimat őrzött. Minden jót, amit az élettől kaptam, és kapni fogok, azt őtőle, tőled kapom. Az igazi szerelem múlhatatlan. Én érzem, hogy most is itt van ő velünk. Isten áldását kérem minden itt tartózkodóra, és hálás köszönetemet fejezem. Kívántatok, akik meghívtak, és itt lehetek között. Korabeli képeslapokból készült a könyv, hogy
lapozgást, és lehet, hogy vissza tudod idézni azt az időszakot, amikor te légy. Így kérdezik. És kívánjuk, hogy néhány év múlva újra itt, hiszen korábban a kis kultúzeumban volt kiállításon, mint most itt a könyvtárban, hogy elég maga újra minden leszes. Köszönöm szépen! Kiállítsd, ha még megélem! Így van, bizakodom, hogy ez így lesz. Kedves vendégeink, azt hiszem, hogy nagy-nagy köszönettel tartozunk Varga Katalinnak, hiszen Köszönöm szépen! Jó,